Itthon egy góllal kikapott a norvégoktól, így a középdöntő csoport elsőjéhez utazik Larvikba most a Győr női kézilabda csapata a Bajnokok Ligájában. A mérkőzést holnap láthatják a Digi Sport 1-en. A tétről és a BL címvédő magyar bajnok kilátásairól kérdezzük a Gárda korábbi trénerét, a nyártól a Bundesligába szerződő Konkoly Csaba edzőt. Ő van velünk, szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Csaba, a Larvik hosszú 22 meccses veretlenségi sorozatnak vetett véget, úgy tudott nyerni, ugye a szezon kezdéskor Győrben 26-25-re. Abból a mérkőzésből te milyen következtetéseket vontál le? Igazából az volt a számomra lemondható tanulság, hogy nagyon fontos a kapus teljesítmény egy csapat teljesítményében. Itt ezen a mérkőzésen nem hozták azt a teljesítményt, ami nemzetközi szinten azt gondolom egy alap lehetne, és amire lehet építeni akár a védekezést, akár egy mérkőzésnek a végeredményét. Ez biztos, hogy változni fog a elkövetkezőben. Egyrészt, mert ez egy másik mérkőzés lesz, másrészt pedig ugye már leigazolt az Audiator KC a Grimsbőt, és ez jóval nagyobb segítséget fog jelenteni majd. Ez a variabilitás a kapusok tekintetében, hogy Herolcsival ketten, én azt gondolom, hogy nem fognak olyan teljesítményt nyújtani, amin elmehetne esetlegesen a meccs. Értelek, akkor ezek szerint azért is meg lehet nyugodni Grimsbő leigazolásán túl, hogyha arra gondolunk, hogy Herolcsolya azóta, a szezon kezdet óta általában igencsak jó formában játszik. Így van, ez igazából, mint ahogy említettem, egy olyan alap teljesítmény hiányzott az Orsi teljesítményébe ott ezen a bizonyos meccsen, és ezt sem szabad elfelejteni, hogy ez csak egy meccs volt. Hogy, tehát ebből úgy tudott volna kijönni a csapat, hogy pozitívba, tehát nem szakadt volna meg ez a veretlenségi sorozat. Azon kívül én azt gondolom, hogy Kovács és Anikon kívül ezen a mérkőzésen konkrétan a többiek sem igazán tudtak segíteni támadásban egymásnak, és nem tudtak lendíteni a csapat teljesítményét. Azóta ugyanúgy, ahogy Orsi teljesítménye is, már feljavult Müller teljesítménye is, hogyha az átlövőket nézzük. És hát én azt gondolom, hogy valamilyen szinten azért csapaton belül is kellenek a kimagasló egyéni teljesítmények. Ahogy erre utaltál, ugye a győri mérkőzésen, ahogy azóta is Kovacsics Anikó vitte a prímet, akkor 10 gólt lőtt, irányított. Azt lehet mondani most is és a tavaszra vonatkozóan is, hogy egyértelműen ő lesz ennek a megfogyatkozott és hiányos együttesnek a kulcsjátékosa és húzóembere? Hát nem ő lesz, hanem már ő. Már ő. Olyan klasszissá nőtte ki magát, én azt gondolom, ezáltal a teher által, hogy ő ebben a szerepkörben, ahogy említetted, már irányítóban is, de átlövőként is, és ha kell, akkor balszélen is, szinte egy Jolly Jokerként tud segíteni a csapatának. Mindenképp egy olyan kiforrott játékost látunk Misi személyében, aki már meghatározza a csapatának a teljesítményét. Most az a kérdés, hogy ez a teher hogyan fog a későbbiekben ráhatni. Jelenleg azt látni, hogy nagyon meg tud felelni ennek a követelménynek, és hát ez mindenképp örömteli a Győr számára, de azt sem szabad elfelejteni, hogy ez egy csapatjáték, és hát azért a többiek is kellenek hozzá, mert így azért, mint ahogy már említettem, ő nyújtott olyan teljesítményt a csapatból a Larvik elleni itthoni mérkőzésen is, ami egy nemzetközi BL mérkőzés megkíván. A többiek kicsit halványabbak voltak, és hát ez azért kellenek a csapattársak. Arra gondolunk, hogy mit fognak otthon a norvégok játszani, akkor olyan nagy titok gondolom ebben nincs. A fegyverük valószínűleg továbbra is a szokásos lerohanás lesz, nem? Így van, és hát pont ezért volt ilyen értelemben dupla értékű, és lesz szerintem a kapus teljesítmény, mert hogyha felállítva elleni játékra kényszeríti az Etoha Larvikot, és abban a védelem és a kapus teljesítmény jobb lesz, mint az elmúlt mérkőzésen, akkor én azt gondolom, hogy akár idegenben is győzelmet arathat az EUB-tól KC.
A kapusokra még egy mondatra. Te a két kapusnak az együttes szerepét milyennek gondolod, milyennek érzed, mire számítasz? Például nálad igazolás ide vagy oda, Herorsi az első számú kapus jelenleg, érkezhet bármilyen nagy név, vagy két egyforma kapus van, szóval mellé, vagy egymás mögé rendelt szerepben lesznek ők? Én azt gondolom, hogy egyrészt nálam nem volt ilyen probléma, mert hogyha nálam kiesett valaki, akkor a maradékkal dolgoztunk tovább. Most itt igazából a két kapus szerepe, mind a kettő van olyan profi mentalitású, hogy egyrészt a csapat érdekeinek aláveti úgymond az egyéni érdekeit. Egyértelmű, hogy az egyéni érdek az, hogy minél jobban szerepeljen, és az ő szerepe a csapat teljesítményben is a lehető legjobbat hozza ki. Én azt gondolom, hogy most ebben a pillanatban Ambrus Martin van olyan helyzetben, hogy mindkét kapusára, Herorsinak az elmúlt időszakban felívelő teljesítménye miatt, Grimsbynek pedig a szakmai, eddigi szakmai tapasztalata és eddigi szakmai tudása alapján, amiért ugye az Audi-Eto KC-ba igazolták, azokra mind bátran támaszkodhat, és hát az adott mérkőzésbeli szituációnak megfelelően akár többször is tud cserélni, és a éppen aktuális kapus lehet, hogy éppen még pluszba utána, kis pihenő után hozzá tud tenni a mérkőzés teljesítményéhez. És ezért is érdekes, olyan értelemben is értékes ez a dolog, mert ha többszöri hibázás után, felállítatlan játék után tud változtatni egy kapussal a védekezésben, rásegítéssel, akkor akár fordíthat is a mérkőzésen egy-egy kapus cserével. Kiket érdemes kiemelni a norvégok közül, szóval kiket kell leginkább semlegesíteni, és miért a Larvikból? Hát az első szám, én azt gondolom, mindenképp Nora Mörk játéka. Azon kívül ugye a lengyel válogatott volt az személybe az másik bal átlövő pozícióban is egy nagyon komoly lövőerőt képviselő játékos van. És hát Fjallfjord is, aki beállóként szerintem a Lökke mögött mellett a norvég válogatottban is szerepel. Ő is egy nagyon erős játékot képvisel, és hát ezek a páros kapcsolatokkal mindenképp a Larviknak valamilyen szinten a felállítás elleni játéka is már javult. Hát értelemszerűen a futójátékban, tehát a lerohanásokban pedig a Régelbutnak az ő területére való jobb oldalra visszarendeződéssel kell majd a Etónak valamilyen szinten szerintem semlegesíteni őket. Csaba, te milyen esélyt látsz most a csoport elsőség megszerzésére, és egyébként pedig milyen jelentőséget tulajdonítasz neki? Hát igazából a jelentőséget én a presztízsben mondanám, mert az Audi-Eto KC most már három fordulóval a vége előtt bebiztosította azt a helyet, azt a pozíciót, hogy már másodiknál rosszabb nem lehet a csoportban. Tehát innentől kezdődően igazából az elkövetkező két mérkőzésre tud koncentrálni, amivel ugye a négyes döntőbe kerülhet. Igazából én azt gondolom, hogy maga a szakmai presztízs lesz itt a tét Larvikban, hogy visszaszerzi a csoport elsőséget, vagy nem. A másik oldalról pedig igazából még annyira nem tiszta a kép, hogy kit kaphatnak ellenfélül, hogy ezzel még egyelőre szerintem abszolút nem foglalkoznak. Egyébként, hogyha a két csoportra ránéz az ember, akkor a pontszámok alapján egyfajta Final Four kiemelkedik már jelen pillanatban is. Azt mondd meg, hogy ha Final Four-ra gondolunk, akkor te a lehetséges, komoly és legnagyobb riválisok közül melyiket érzed a legveszélyesebbnek a BL címvédésére a Győrnek? Hát ezt így előre nem lehet megmondani, de az biztos, hogy a másik csoportban is valóban van két kiemelkedő, és ugye a harmadik, negyedik helyért még három csapat, itt akár a Várder is befuthat még, ők nagyon ingadozó teljesítmény nyújtanak, és ugye a két német csapat, a Thüringer és a Lipcse is még oda kerülhet a pontjaik alapján a harmadik, negyedik helyre. Úgyhogy nem tudom megmondani, hogy melyik lenne, az biztos, ugye, hogy évek óta már nagy csatákat vívnak a Budusnyosztal, úgyhogy szerintem ez várható a végén. És végül, ha már a két német csapatot szóba hoztad, ugye nyártól te is Németországba költözöl, a TuS Metzingen, a Pláza Cicák edzője leszel, ugye az elnök Roth Ferenc hívására, hogyan készülsz a feladatra? Hát igazából
mérkőzéseiket nézem azóta is folyamatosan, az ellenfél mérkőzését, tehát szeretnénk majd az első négybe bekerülni, illetve fixen ott lenni. Hasonlóképpen nehéz lesz, mint ahogy itt a Magyar Bajnokságban, és ott is ugye a Thüringen kiemelkedik a mezőnyből, a Lipcse második, és a harmadiktól hatodikig szinte bárki ott lehet. Igazából hát német órákra járok, frissítem a nyelvtudásom, és hát játékosokkal próbáljuk építeni, illetve már szinte készen van a jövő szezonra a csapat, Rót Ferenc Klub menedzserrel. Aha, szóval lehet, hogy magyar játék, van ott három magyar játékos, de még lehet, hogy viszel magaddal. Hát igazából van ilyen terv is, de külföldiek is képbe vannak. Hát hajrá Győr, és hajrá neked majd a nyári feladathoz. Csaba, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Szia! Köszönöm.